szeretettel köszöntelek benneteket és kedves pedagógusok is, Nyugat-Magyarország Egyetemi Szeretnő Központ könyvtárs Levéltár nevében. Örülök, hogy eljöttek erre a mai programra. Külön örülök annak, hogy sikerült egy olyan irodalmi műsort ajánlni nektek a figyelmetekbe, amit a mi egyetemi hallgatóink prezentálnak ma itt nektek. Szeretném bemutatni Varga Bencét, aki magyar szakos hallgatóink az egyetemen, illetve Szalai Szabolcs, aki pedig kommunikáció és média szakos hallgató. A film azt ígérték, hogy a nagy melegre való tekintettel egy könnyed nyári irodalmi műsort állítottak nektek össze, úgyhogy kérlek, fogadjátok őket sok szeretettel. Köszönjük szépen a felkonferásokról, és sok szeretettel köszönjük is, hogy kedves diák, és a tanárkénét is. Ahogy az elhangzott egy ilyen kis limonádéba fogunk nektek készülni, vagy készültünk. Hát amit még tudni érdemes rólunk, ahogy a Szabolcs itt a Szerdőnökön, a Solt is tanos színházban egyébként az egyetem mellett színészkedik, nekem van egy zenekarom, és akkor így jött ez az ötlet, hogy csináljuk egy ilyen közös műsort. Hát, hogy mit fognak elhangozni, ezt tudok egyáltalán, de elég lesz olyan, hogy is kicsit ismertek, kicsit nem is, nem tudom, hogy mi vagyok ebben az évben, és hogy a pillanatban. Mit tanultatok? Egy kicsit jobb, az biztos, hogy nem lesz. Nem megzenésíteni, hogy se elszabadni nem tud, mit tudok. Hát kicsit más jelölt, ezt az nem is baj talán. Kicsit más dolgokat is megismertetek, és akkor bele is vágnánk. Egy számmal kezdünk. Ami bizonyítani fogja nektek, hogy mennyire divatos versekkel foglalkozni manapság, ugyanis ezt a számot a Petőfi Rádion szerintem naponta játszák többször is. Most hát volt olyan egészen. Thank you.
Szerintem kell dolgozni, nem jó csak a cipat, majd el, a sorokkal mindenek, egy prognózus, és az a pillanat, és verseny. És akkor folytassuk is, maradok egy kicsit, a szerelmes és maradok a portásnál, posztolány, és egyszerűen kérdésekre adunk a hasonlóban generációnak szintén kiemelkedő költőkírókat. Akarsz eljátszani ezt? Koszolányi Dezső, akarsz eljátszani? A játszótársamon akarsz elelni? Akarsz-e mindig játszani? Akarsz-e együtt a sötétbe menni, gyerek szívvel fontosnak látszani? Nagy komolyan az asztal főre ülni, borból, vízből mértékkel tölteni, gyöngyöt dobálni, semminek örülni, sóhajtva rossz ruhákat ölteni? Akart-e játszani mindent, mi élet, havas telet és hosszú-hosszú őszt? Lehet-e némán téját inni végre, rubin téját és sárga pára boszt? Akarsz-e teljes, tiszta szívvel élni, hallgatni hosszan? Néha-néha félni, hogy a körúton járkál a november, az utca seprő. Szegény, beteg ember, ki fütyülész az ablakunk alatt? Akarsz játszani kígyót, madarat, hosszú utazást, vonatot, hajót, karácsot, álmot, mindenféle jót? Akarsz játszani boldog szeretőt? Szélelni sírát, cipra temető. Akarsz-e élni, élni mindörökkön? Játom, játékban élni meg valóra várt. Virágok közt feküdni lenne a földön. És akarsz, akarsz-e játszani a már? Számomra is egy kérdés felkívánc, akartok-e játszani? Az elkövetkező számot versek néha egy kis kérdéssel végződnek a részünkről, hogy ki a szerző, ki onnan is talán tudni fogja, de nem is baj, ha nem ügyes, azért, hogy azért tanuljunk is valamit, esetleg tőlete. A következő szám is egy ilyen szerelmes arra lesz, egy saját szerzőnk. Nem tudom, ki szereti a fizikát. Ki szereti az irodalmat? A következő dal azt hivatott bizonyítani, hogy a fizika meg az irodalom igazából ugyanaz, ugyanarról szól, meg a matematika is. Ugyanis mind a kettőben olyan dolgokat szeretnének megmondani a költő, tudósok a világból, amit más szavakra látható, közából a köznapi szavaiban nem tudnánk leírni. És a fizikusok, matematikusok ennek képleteket használnak, az irodalmának pedig megpróbálják ezt a versekre kódolni. És ha látjátok, ismeritek Pécsi a Toldiról, mekkora regények születtek meg, mit lehet, nem tudnak terjedni. Vagy egy versről is lehet könyveket írni, ugyanis annyi információt tudnak el. Tehát az évben ez a képletek is. Tehát magukban foglalnak, és akkor szóval a szám a szerelemről, fizikáról. Kincs a szállat a dolgoznál azért.
D6. Na és akkor be is indul a kvízjáték. A számban, tehát van ez az elhíresült két sor valakitől, amely híres küldőíró, drámaírót, hogy tessék kenyér, zárkod legyen, így van a katalban, de egyébként az az eredeti, hogy az, hogy nekem, mint tessék a kenyér, tavasz, zárkod, műszer, a törés. Ki kéri ez a? Shakespeare. És akkor elhozom nekünk ezt a verset. De nem ám az, hogy a rájában is majd erről is lesz egy kérdés, hogy vajon mi úgy hatalsz az átiratot. Ez fontos megérkezni, hogy az átirat az két műből van. Igen, igen, most már nem látod. Jó, jó, na baj, baj, baj. Az vagy nekem, mint tejnek a tehén, kegyetlen bor ki lelkem örköli, kin szebb a folt, mint máson az helyen, s ki épp hiányod által vagy teli, hisz az legyesz, hogy nincs legyező, nem léte hajt rád létező legye, így lepi légy a mesztelen mező, körted, én is így legyeskedek, sapom neked a szelet, hisz te lám, saját magadnak kapni nem bírod, de szép fületlen, nem fülelsz rám, versen neked kimondva is titok. De légy bár csonka, foltos és süket, szívem mégis lakatlan nélkülelek. Igen, azért az. Nem ismeri senki sem, persze. Én sem ismertem egyébként. Hát ez nem könnyű. Akkor segítünk meg. Ez mi is ez, nem hiszik el, egy ilyen zenés játék. Thank you.
Nemzik szívünk módjai, pacokosan nyitunk tükreinkben, korkulcs meg minden zárnyék. Itt állunk úgy, mint a borvezér, magunk kifoszva másokért. Itt állunk és aztán nyitva van, hogy ez aztán ez a Shakespeare William. Megkies hazában, mutass nekem egy oly nagy ravaszt, mint Shakespeare William. Megkies hazában, mutass nekem egy oly nagy ravaszt, mint Shakespeare William. Valószerűen fúgott a hátunk, valószerűen védenni kell. Még hozzám, hogy világnak hátát hajlítni kell egy utópián. És ha egy pigászi gerinc is hajlik Rihárnak hát a nagy mintát követ. Megbőrvett időben, megbőrvett férfi, legelső hivatfi még lehet. Viszkető által bámuljuk ő, idők hajlását felismerő, mert Rihárd király a nagy végelő, négy felvonásra divatba jön. Egyes hazában mutass nekem egy oly nagy ravaszt, mint Shakespeare William. Egyes hazában mutass nekem egy oly nagy ravaszt, mint Shakespeare William. És tükrünk szétszórt szilárdjai, Shakespeare úr ragasztja foltozzai. Mi itt állunk és a szánk nyitva van, vagy ez aztán ez a Shakespeare William. Megkies hazában, mutass nekem egy oly nagy ravaszt, mint Shakespeare William. Megkies hazában, mutass nekem egy oly nagy ravaszt, mint Shakespeare William. Megkies hazában, mutass nekem egy oly nagy ravaszt, mint Shakespeare William. Nem is ismerjétek, ebben sem. Ez a szám cél. Én volt.
jobban is esne mondjuk ki, hogyha lehetne buktatni. Évről évre kopnak az idegeink, kopnak az idegeink, azt mondjuk. A kérdés, hogy melyik, kinek a verseny is? Amikor egy olyan verset olvasunk, aminek nincsen igazán
Vörös Sándor tárca. Panyigai, 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 ő. Panyigai, ő. Panyigai, 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 ő. Panyigai, ő. Kudora, panyigai, panyigai, kudora, ő. Panyiga, kudora, kudora, panyigai, ő. Kotta, kudora, panyigai, kudora, kotta, ő. Kotta, panyigai, kudora, panyigai, kotta, ő. Ház, panyigai, kudora, ő, kudora, kotta, ház. Kudora, ház, panyigai, ő, panyigai, ház. Úgy tudom a történetet, hogy ez a panyigai bácsi, ez a szülőfajú panyigában egyébként ugye tudjátok talán, hogy Vörös Sándor Vasmegyei szülött, Csöngéli szület, 101 éve most már. Tehát Csöngér látta ezt a cégét, hogy panyigai Gáldár is. Tehát, hogy azért a valóság elemével építkezik ez a valóságtól elmaszkodó vers. És zárásként akkor szintén egy Vörös Sándor vers szeretnék elénekelni nektek. Ez is egy saját megzenésítés. És hát itt is az a lényeget találnak a versnek a lehetőséget mondani, hogy a zené nagyon fontos szerep jut is a zeneiségnek, ugyanis egy úgynevezett rondó formát, amit kellett a zenéskolában is fejlesztek. Kifejezés rondó formát próbál versben is megvalósítani Vörös Sándor. Ez az úgynevezett Bászis című száma érdekes. Most már számos. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen!